Hiánypótló művet mutattak be a rákoskeresztúri Podmanicki vigyázó kastélyban. Az esztergomi táviroda és távíróvona története 1862-1887 című kötet az abban szereplő adattovábbító kommunikációs eszköz kifejlesztésének lépéseit és hajdani gyakorlati alkalmazását mutatja be az olvasóknak. A szerzők Sáfár József és Iván László a témában egy informatív, de egyúttal nagyon olvasmányos összefoglalót alkottak. A rákoskeresztúri Podmanicki vigyázó kastélyban bemutatott kiadvány Esztergomváros hírközlésének történetével foglalkozik, és az 1800-as évek második felébe kalauzolja el az olvasót. A kötet érdekessége, hogy nem csak a címben foglalt adattovábbító kommunikációs eszköz megismertetésére fókuszál, hanem egyúttal betekintést enged a korszak polgárainak életébe. A szerzők, Sáfár József ipartörténeti kutató és Iván László történész levéltáros mindemellett a híradástechnika ezen ágának kialakulási előzményeire, valamint Magyarország vonatkozásaira is kitértek. A könyvbemutatón Sáfár József az 1838-as Morze távíróról osztott meg érdekességeket. Itt lehet látni azt a folyamatot, hogy jön a Morze jel, és az ráíródik erre a szalagra, és a távirász innen olvassa vissza a Morze üzenetet. Amikor a villamossággal a működő táviró megjelent, amit az asztalon is látunk, azt a Morze távírógépet, az már nem csak egy üzenet ennek a közlésére volt alkalmas, hanem ott már a Morze jelekből álló betűkészlettel szavakat, mondatokat és egész üzeneteket is lehetett továbbítani. A kutató azt is elmondta, hogy egy átlagos üzenet továbbítása, amennyiben az különösebb akadályban nem ütközött, a rendkívül gyorsan terjedő elektromosságnak köszönhetően szinte azonnal megtörtént. A tartalom megírása és visszakódolása, valamint az előzőeket magába foglaló teljes kézbesítési folyamat azonban már egy időigényesebb feladatnak bizonyult. Ami lassúbb volt, a kézbesítés. Tehát a felvétel, amikor a táviratot valaki az illetékes távirtába lediktálta, hogy ezt akarja továbbítani, vagy amikor a távirat a célállomásra megérkezett, ott ismét visszakódolták a morzejeleket, és a táviratnak a kézbesítése is bizonyos időt vett igénybe. A kiadvánnyal az alkotók az adott témakörben igyekeztek egy olvasmányos, érdekes összefoglaló munkát létrehozni. A kötet a régi táviratok képanyagait, valamint egy kis lexikont is magában foglal. A távírókról készített színes fotók segítségével pedig nem csak tartalmi, de vizuális élményt is kínál az olvasóknak.